Tudják, milyen városra gondolok? Geotermikus energia, teljesen átalakított oktatási rendszer, világhírű fürdőparadicsom és persze a Libamáj. No, a helyes megfejtés Orosháza. A 32 ezeres lélekszámú Orosháza Békés megye harmadik legnagyobb városa. Gyopáros fürdő fejlesztése révén az idegenforgalom, a gyógyturizmus, a különböző kulturális események komoly vonzerőt jelentenek. Ugyanakkor további büszkeségre adhatok ott az Orosháza Gyopáros fürdőn egy önkormányzati beruházásban most épülő geotermikus erőmű, amely a kiemelkedően magas hőmérsékletű termálvíznek köszönhetően elektromos áram termelésére is alkalmas, és a hőenergia hasznosítására is van lehetőség. Vendégünk Dancsó József polgármester, Orosháza polgármestere, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ha megnézzük így ezt a bejátszót, csupa vidám képsor, ennyire jó a helyzet az önök térségében? Ez minden relatív persze. Vannak, amik nagyon mosolygós részei Orosházának, és nyilván vannak olyanok, amelyek borúsabbak, de alapvetően azokra vagyunk természetesen büszkék, amelyek a szebbik arcát, a mosolygósabb arcát mutatják a városunknak. Ugye ez a strand volt, vagy a gyopáros fürdő, de ha megnézzük, akkor a város ismert arról is, hogy nagyon jó az ipar, nagyon jó a munkahely lehetőség, ez igaz-e? Ugye a munkahely lehetőségekről mindig úgy gondolkodnak az emberek, hogy sosincs elegendő, és szeretnénk, hogyha még több lenne, viszont hogyha összehasonlítjuk más hasonló nagyságrendű településekkel a mi térségünkben, akkor azt kell mondanom, hogy mind a statisztikai adatok, mind pedig a valóság azt mutatja, hogy Orosházán még mindig könnyebb elhelyezkedni, mint mondjuk más területeken, hiszen valóban Békés megye legiparosodottabb városáról van szó. A 60-as években igen jelentős iparosítás történt a városban, és ennek köszönhetően a mai napig, bár átalakulva, de megőrződtek azok a munkahelyek, amelyek biztosítják a város lakosainak a megélhetését. Ha ezt megnézzük, és azt a verziót is hozzátesszük, hogy hogyan készítik fel erre mondjuk a jövő generációját, akkor igaz-e az, hogy a oktatási rendszerük is mondjuk átalakulóban van, és ez fogja szolgálni? Így van, ezen dolgozunk, egy hatalmas átalakítás kellős közepén vagyunk, amely gyakorlatilag az óvodáktól a felsőoktatásig érinti a városunkat, hiszen Orosháza eddig is jellemző volt arról, hogy igen jelentős szakképzés volt megfigyelhető, volt itt található, és az elkövetkező időszakban Békés megyei önkormányzattal karba öltve igyekszünk azon, hogy ezt a szakképzési igényt, amely megjelenik a munkáltatók részéről, ezt ki tudjuk elégíteni. Ez úgy néz ki, hogy szakemberekkel támogatják meg mondjuk az oktatási rendszer, tehát más egyetemek hallgatóival, tanáraival kötnek szerződéseket? Ez is előfordul, illetve az is jellemző, hogy a Békés megyei önkormányzatnak adtuk át gyakorlatilag a szakképzésünket. 3 évvel ezelőtt 700 diák járt a középfokú képzésre, most 1200 diákot fognak szeptembertől beiskolázni. Ide kerül a megye egyik oktatási központja, székhelye, székhelyi intézmény leszünk, illetve a felsőoktatás felé is igyekszünk lépni, hiszen a Kodolányi János Főiskolával megállapodtunk, hogy szeptembertől nappali képzésben 3 kar fog indulni, és bízom benne, hogy hamarosan a műszaki képzés felé is tudunk még előrelépni, hiszen talán erre van leginkább szükség. Ez a műszaki képzés, ez jelenti azt is, hogy önök mondjuk a megújuló energiákkal is foglalkoznak? Ha jól tudom, akkor például a napkollektor van az iskola tetején. Igen, van, igen. Tehát akkor foglalkoznak. De nem csak az iskola, hanem a szociális intézményünk tetején is, illetve lakóházak tetején. A geotermia, a megújuló energiaforrások azok igen jelentős tételt tesznek a városban, hiszen nem véletlenül ismerik el a napkorona bajnokságon tavaly második díjjal, idén külön díjjal a városunkat. Éppen most folyik egy megavatos naperőműnek a tervezése, illetve lassan a megvalósítási fázisba is léphet. Tehát igyekszünk ebben lépni, illetve hát a geotermiát használjuk gyopáros fürdőn is természetesen, és október végére kell befejeznünk azt a biztosajtoló kútnak a építését, amely biztosítja lehetővé teszi a geotermia használatát, és épp a mai nap tájékoztatott arról államtitkár úr, hogy egy úgynevezett intézményi geotermikus programunk, amely a
különböző belvárosi intézményeinknek a fűtését alakítanát melegvizes termálfűtésre. Az a pályázat is úgy tűnik, hogy sikerrel szerepelt. Mitől a csatorna a hálózatuk is, ha jól tudom, akkor már jó úton halad arra, hogy ki teljesen. Igen, az is, igen, minden tud, szerkesztő úr, hiszen nagyon nagy projektbe vágtuk a fejszénket. 2 évvel ezelőtt hosszas előkészítő munkát követően szóban már tájékoztattak arról, hogy sikeresen szerepelt ez a csatornázási pályázat. 6,7 milliárd forintos nagy pályázatról van szó, ekkora beruházás ilyen volumenben még sosem volt a városban. Így van. Nyilván saját erő, és hát a javarésze pedig az Európai Unió által is megkövetelt szennyvíz hálózat kiépítésének programjába illeszkedik. Polgármester úr, mivel az időnk mindjárt elfogy, ezért kérem engedje meg, ha is szépen sorrendbe tesszük, hogy Orosházára miért érdemes látogatni, akkor egy kicsit a gasztronómiáról se feledkezzünk meg. Gondolok itt a Libamájra, és ha jól tudom, most alakult meg a Libamáj Szövetség. Így van. Én már 3. éve rendeztük meg június elején, és reményem szerint jövőre ismételten várjuk a hozzánk látogatónkat, a 3 napos 3. Libamáj fesztiválunkat, ahol libamájat és libamájból készült, és liba húsból készült ételeket is lehetett fogyasztani az egyéb csemegék mellett, hiszen a városunk a népi vagy természetes gasztronómiának az egyik zászlós hajója, ha lehet ezzel a képzavarral érnem, hiszen nagyon híres a kenyerünk, a libamáj mellett az orosházi kenyér az európai hírű volt, talán ezért is rendezünk én már 8. alkalommal európai kenyérünnepet, és emellett pedig van egy városi fesztiválunk, amely július elején fog zajlódni, amelyben a puszta ízét szeretnénk bemutatni, az is most már nem az első alkalommal fog megrendezésre kerülni. Miatt külön érdemes akkor felkeresni. Így van, hosszabb időszakra. Nem csak gyopáros fürdőt, hanem orosházát is. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy itt volt. Nézőinknek pedig a figyelmet, a szerkesztő Bodolai Zsófia nevében is kívánok derűsen szép estét, viszontlátásra.